A film igaz történet alapján készült. Egyes részletek és személyek azonban a képzelet szülöttei. Őrjítő szerelem. Magyar hangok. Sesták Szabolcs, Györgyi Anna, Hevér Gábor, Cséh Németh Lajos, Kofler Gizella, Sós László, Vég Ferenc, Roatis Andrea, Bakonyi Gábor, Koncz István, Pusztai Péter, Horányi László, Riha Zsófia, Braun Rita. Magyar szöveg Varga Marian, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Borkesz Andrea, szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkron a Driving 2000 megbízásából a Sinkton stúdióban készült. Producer Csaba László. Cliff Pitrit, a fiatalembert, aki a vádlottak padján ül, olyas valamivel vádolják, amiről nem is tudott. Valamivel, amit nem követett el. Azzal vádolják, hogy megölte a barátját, akit a világon mindennél jobban szeretett. Pitri jó gyerek volt, szerető édesanyja van, aki keményen dolgozik, hogy jó életet biztosítson neki. És Cliff rendes gyerek volt. Jó fiú volt, amíg nem találkozott egy Millie Baker nevű könnyelmű lánnyal. Figyelmeztetnem kell, Mr. Cameron. Elnézést. Tisztelt esküdtek, van-e önök között olyan, aki ne tudná, hogy milyen az ember életének tavasz, amikor a vér zsibogni kezd? Még sohasem éreztek hasonlóképpen. Amikor a természet Cliff Pitrit a hatalmába kerítette, ez természetes volt az alig felnőtt fiú számára. Ha valami nem volt természetes, akkor az Millie Baker viselkedése volt. Két évvel korábban Elton, George. Lehet, hogy nem szándékosan volt ilyen. Lehet, hogy a vérében volt valami. Megszereztem azt a ragacsot! Hello, srácok! Itt a bizonyíték! Csodajárgányt csinálok belőle! Baromi jó buli lesz, öregem! Mire kosztod ezt a kormány? Hogy megkoronázzam vele a dalnokok királyát! Nem kellett volna! Nehogy ne! Ne is lássam, már szereztem másikat! Nem megyünk-e szombat éjjel valahová, te buta fiú? Találkozzunk a vérvel. Kormány derék volt a kezdetben, és azt mondta... Émil! Kapd el! Pip, szia! Szia! Szevasztok, srácok! Time I see your face, I almost
can't hold you now. I need to touch you now. I'm in a desperate. Mikor akar feleségül lenni? Mondtam, ha leérettségiztünk. Hol van a gyűrűd? Nem látom, hogy egy gyűrűd. Az érettségi előtt akarja odaadni. Alex Cutlertől te soha nem fogsz egy gyűrűt látni. Az a kölyök nem közülünk való. Csak szórakozik veled. Tartsd magad tőle távol. Megértetted? Mert különben nem lesz jó vége. To disappear all the wrong I've done. But what goes around is bound to get you back. Elárulnád, merre jártál tegnap egész éjszaka? There is no hiding place. Azt hiszed, mindent megtehetsz vele? Látod, nem is figyelsz rám. Alexet hallgatod meg ezt a dalt. Lányokat hajkuráztam. Ne beszélj így. Miért ne, ha? Nem akarod, hogy szerezzek egy barátnőt? Hm? Ahogy a papa megszerzett téged. Ne légy kegyetlen. Jól van, a okos kutya vagy. Hiányzik az apám? Nem. Őrült volt az apám, igaz? A nagymama mindig azt mondja, hogy az volt. Nem. Egy nap elindulok és megkeresem. Az apád meghalt. Már mondtam. Halálra ijeszteni az embert. Megmondanád? Tudod, a motorozás mindig feldob. Felpörgetem a gépet, hasítom a szelet. Utálom az apámat. Utálom. Igen, én is utálom. Szép kis tök. Elmegyek innen. Igen? Hova akarsz menni? Valahová. Majd Alex elvisz innen. Nincs egy hely, ahova mehetnék. Esetleg elvihetlek valahova a motorommal. Hová? Nem tudom, akárhová. Hova akarsz menni? Most mi legyen? Felejtsük el az iskolát, jó? Menjünk a tóhoz. Elviszlek evezni, vagy akárhová. Na, tessék, ezt húzd a fejedre. Tetszem neked, igaz? Mégis jobb, ha iskolába megyünk. A művi megtermékenyítés bizonyos kockázattal jár a végeredményt illetően. Szóval, ha van egy nagy edényünk, a spermium lefagyasztható. Egyetlen feltétele, hogy az apa gondoskodjon a mintáról. Isteni. Kérdésed van, Cliff? Mi a helyzet az edénye? Hogy mi a helyzet? Mi a helyzet, ha az edénye megyedül a kicsinálat? Köszönöm. Mehettek? Te inkább magadra vállalnád az egészet, mi? Soha nem próbáltad. Hagyd már abban. Irigykedtek az edényeimbe, mi? Sok százra. Arra sok százra. Jó, is jön. Hello. Hát kell néznem néhány kötetet. Tanár úr? Parancsolj. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy kaphatnék-e néhány gyakorlati tanácsot a dolgozatomhoz.
Egy helyen elakadtam, és nem tudom, hogy folytassam tovább. Kapd el. Kösz. Mi bajod van? Nem tudom. Csak elképzelem, mi lesz velünk az érettségi után. Elmész valami főiskolára, én is valahol leszek, de csak az Isten tudja, hogy hol. Nem olyan rossz itt. Neked lehet, hogy nem. Nem tudom, miért hiszi mindenki, hogy nekem olyan iszonyúan könnyű. Ez nem igaz. Hol van? Meglépett. Első óta barátok vagyunk, de kedvez még? Ez buta kérdés volt. És az apád, ő is kedvel? Persze, miért? Nem érdekes. Nem tudok lőni. Tényleg nem. Lehet, hogy elveszem Millit. Ez meg hogy jutott eszedbe? Ő akarja. Szerinted jó ötlet? Talán. Én mondom, csak az apja ne lenne a világon. Nem egyezik bele, hogy elvedd Millit? Úgy van, ahogy. Azt hiszem, hogy nagyon félti. Mint egy kincset. Nem úgy, mint egy gyémántot. Igen. Még nem voltál lányal, igaz? Jézusom, már te is kezdted. A te nem cikizel, vagy cikizlek én. Nem igaz? Vadászni tilos. Gyerünk, gyerünk! Gyorsabban, gyerünk már! Gyerünk, gyerünk, gyorsan! Tegnap láttuk Mr. Bakert az erdőben. Mit csinált? Elejtett egy szarvast. A tiltott területen? Igen. Nem. Most igen vagy nem? Nekem most mennem kell. Szia! Nos, fiam, igen vagy nem? Hányszor tévedtél hasonló dologban? Csak egyszer. Mióta kell hazudtod nekem? Ne haragudj! Anyád meg én. Nem kedveljük Millie Bakert. Ő is utálja, amit az apja csinál. Nem, mintha nem tudnám, mi szokott történni ebben az életkorban. Az ilyesmi mindenkivel előfordul. Csak, ahogy öregszik az ember, megtanulja másképp kezelni a dolgokat. Olyan ez, mint a 22-es fegyver. A 22-es veszélyes mortály. Nem lehet kimenni az utcára és mindenkire lőni, aki az eszedbe jut. Ha az ember mindenkit lelőne, akivel találkozik az utcán, akkor körülöttünk mindenütt halottak hevernének. Érted, amit mondok? Igen, nem ejtem teherbe. Na igen. Mert ha teherbe ejted, akkor vége az életednek. Anyád és én szeretnénk, ha nem találkoznátok többet. Hogy mondhatsz ilyet? Ezt nem tehetem meg. És nem parancsolhatod meg. Meg fogom tenni. Oh,
majdnem olyan, mintha énekelnétek. Jól van, tartozom nektek egy vallomással. Ha minden összejön, a helyi rádió felvételt készít velünk. Szia, pajtás! Gyere! Jó, kutya! Szervusz! Jó napot! Hogy van Cliff? Szerencséje volt. Csak egy kis zúzódás. Azt mondja, nem akarja befejezni az iskolát. Azt hitted, hogy cross bajnokságon vagy? Legközelebb úgy kell összeszedni. Szeretnék lelépni innen. Itt hagyni az egészet. Gondold meg, mit csinálsz. Köztetek, Cliff? Semmi. De ugye kibékültök? Mondtam már, hogy semmi. Tudod, én nem bánnám, ha egy darabig még itthon maradnál. Jó érzés, hogy itt vagy a közelemben. Úgy is eljön a nap, amikor elmész és egyedül maradok. Miért? Mert az apám is ezt tette. Mert rossz volt a természet. Lehet, hogy az enyém is. Az, hogy egy gyerek elhagyja a szüleit, teljesen természetes. Miért nem mondasz róla soha semmit? Azt se tudom, hogy nézett ki. Hogy lehet az, hogy még egy fényképet sincs róla? Volt, csak elveszett, már mondtam. Persze. Mielőtt megszülettem volna. Munkavezető volt, mikor megszülettél. Egy építkezésen dolgozott. Azután ide költöztem a nagymamához, már legalább 100-szor elmondtam. Milliószor feltetted már ezt a kérdést. Nem tudok mást válaszolni. Egyél már! Unom már ezt a kaját. Find this path,
Hé, mi történt a rádióval? Nem tudom meg. Jó volt ez a szám. Nem kellett volna így viselkedned, Alexa. Hogy van a lábad? Elég jól. Nem árultam el Alexnek, hogy ott voltál annál a malomnál. Soha nem voltam annál a malomnál. De hiszen láttalak. Még soha nem akartál benne lenni a tévében? Nem lenne rossz, de mit csinálni? Ahhoz előbb ki kellene találni valamit. Mindjárt itt van Alex. Hogy elszállt az idő. Azt írják, hogy a karizma az, amit észrevesznek az emberek. Mi az a karizma? Amitől megbolondulnak az emberek. Marilyn Monroe-nak is volt. Láttad a filmjét tegnap este az Ötösen? Most már nincsen visszaútja. Azt írják, hogy a szerelmes férfiak még ma is naponta felkeresik Marilyn Monroe sírját. Öngyilkosságot követett el. Tudom. De miért? Talán mert minden férfi ugyanazt akarta, és talán elege lett belőle, hogy nincs mögötte semmi más. Te még nem éreztél ilyet? Úgy értem a semmit. Nem. Tudod, néha nagyon erősen érzem. Miért vagyunk itt? Miért élünk, ha úgyis megszűnünk? Bárcsak nekem is lenne egy ilyen fiú, mint neked. Minden este eljöhet a kertembe és lövöldözhet kedvére. Nem engedhetjük meg a vadászoknak, hogy a terepjáróban várakozzanak csőre töltött puskával, miközben a kutyák kikergetik a szarvast a tiltott területről. Ez törvényellenes és etikátlan. Na, azt akarja mondani, hogy szórakozásból lőttem le azt a szarvast. A törvény mindenkire vonatkozik, Mr. Baker. Nem tehetünk kivételeket. Vérebekkel és kocsiból vadászott a szarvasra. Ez nem más, mint a szarvas legyilkolása. Jól hallottam? Gyilkosnak nevezett? Nem, gazembernek neveztem. Ki szúrsz velem? Miért szúrsz ki velem mindig? Hoztam neked valamit. Rózsaszín? Miért kapom? Ez a karácsony ajándékom. Karácsonyi?
Még hálaadás sem volt. Nem találkozhatunk többet. Mit akarsz ezzel mondani? Nem találkozhatunk, megtiltották a szüleim. Miért gyűlölnek ennyire? Kérlek, Millie, nem téged gyűlölnek. Csak terveik vannak velem. Tudod, főiskolára készülök. Azt mondtad, szeretsz. Azt mondtad, hogy mindörökké. Azt hiszed, nekem tetszik? Apa, ne! Meg ne lássam, kérlek, még egyszer ezzel a gazemberrel. Szállj be a Boldogtalan vagy valami miatt? Igen. Tudod, a nők alapvetően boldogtalan lények. Talán azért, mert az Isten nem teremtette őket férfinak. Soha többé nem találkozhatsz Alex Cutlerrel. Csak a javadat akarom. Hallgatnod kell rám. Meg kell tanulnod hallgatni az apádra. Te az én kislányom vagy. A kislányom vagy. Sír már, rendben? Kérlek, hagyd abba. Olyan hülyeség, az apám utálja az apját. Az apja szerint söpredék vagyunk. Jó neked, hogy nincs apád. Van rossz oldala is. Mindent megtehetsz, amit akarsz. Igen, ez igaz. De nincs senki, aki megmutassa, hogyan legyek valaki. És tessék, egy nagy senki vagyok. Én is. Ez nem igaz. Vagy valaki. Hidd el nekem. Nincs senki, aki méltó lenne hozzád. Talán ezért nincs is semmim. Nekem sincs. Mi ketten... hasonlítunk egymásra, igaz? Ez még soha nem jutott az eszembe. Te lány vagy. Egy nagyszerű lány. Gyönyörű vagy. Felejtsd el. Nem akarod a térdemre fektetni a fejedet. Alex is mindig a térdemre fektette a fejét. Rendben. Ideje hazamenni. Nem akarsz megcsókolni.
Mindig erről álmodtam. Ha akarsz, megcsókolhatsz. Szeretnélek, de képtelen vagyok rá. Szerinted is söpredék vagyok. Nem. Csókolj meg. Lesz, ha megyünk. Azt hiszem, igazad van. Nem maradhatsz itt. Nem akarok hazamenni. Soha nem akarok hazamenni. Nem tehetünk mást, haza kell mennünk. Miért? Alex a legjobb barátom. Úgy néz ki, mint aki megjárta a világháborút. Csak azért, mert még nem kezdtem neki. Cliff, nem megyünk el munkoslőni, vagy valahova? Nem szeretem, amikor haragszunk egymásra. Nem tudok, meg kell csinálnom a kocsit, mindegyik kereket le kell cserélni. Ugyan már ne izé, csinálom kell valamit. Mert belemőrülök, ha nem lehetek együtt Millivel. Hadd mondjak neked... Oh! Hé, vigyázz magadra! Jó nagy seggfej vagy. Most mit kapodsz? Tudod te, milyen érzés? Olyan embert szeretni, aki söpredéknek tart? Ha? Nem tudod, hogy fáj, amikor szeretünk valakit, aki nem lehet a miénk. Semmit nem tudsz ezekről a dolgokról. Semmit nem tudsz Milliről. Hogy ilyen tájékozott vagy az ügyben? Nem vagyok. Lehet, hogy mégis? Lehet, hogy nem, lehet, hogy csak szeretnél? Lehet, hogy fened ráfogad? Csak sajnálom őt, ennyi az egész. Igen? Igen. Most mi igen? Igen, akarom őt. Szeretem, aki te táncolsz. Miért nem? Talán nem tetszik neked, mint él a szüleidnek. Szeretnél visszakapni? Nem is mennék vissza. Vigyázz!
vigyél a malomhoz. Inkább szedek fát, jó? Nem őt szereted. Alex és én össze akartunk házasodni. Honnan tudod, hogy el akart venni? Mindig ezt kérdezett tőlem, mert még sohasem voltál szerelmes. Majd meglátod. Ezt egy nőnek tudnia kell. Parancsoljatok, lányok. Találkozunk a nagyővel. Nekem elhiheted, ha felismered, ahhoz az emberhez kell hozzámenned. Mert soha többé nem leszel szerelmes. Mi a helyzet Cliff-vel? Azt akarja, hogy barát nélkül maradjak. Mit csinálsz a teherbe esel? Cliff még akkor is hajlandó lenne elvenni. Megpróbálom rávenni, hogy vigyen el innen. Olyan messzire, amilyen messzire csak tud. Hozzá mennél Cliffhez? Senkihez nem mennék, csak el innen. Egy is, két is, három is, most! Bajnok, hajrá, rúgd be a gólt! Hurrá! Vigyázz a ritmusra! Belemagyottam még egy kicsit kitakarítani. Azt látom, hogy mit csinálsz. Azt mondtam, hadd csak. Nem unod még, hogy egy disznó közepén élsz? Miért szerinted hol kellene élni egy disznónak? Mert az vagyok, legalábbis egyes emberek szemében. Azt hiszed, eltűröm, hogy söpredéknek nevezzenek? Ezt úgysem hagyom annyiban. Egyszer még megátkozza Cutler az anyját, hogy a világra hozta. Nincs még elegedet. Fogd be a szád, mert ha felállok, azt nem köszönöd meg. Úgy is tudom, hogy csak a szád. Ebben ne légyél olyan biztos, csak még egy szót szólj, megértetted? Még egy! Miért vagy ilyen ideges? Miattad? Pedig nem csináltam semmit. Kívánlak. Voltál már lánya? Nem. Tudom. Ha az ember szereti a barátját, úgy értem, tényleg szeretem.
Olyan biztos ez? Nem, lehet, hogy nem. Szédülök tőled. Ha egy darabig nem találkoznánk, talán az segítene. És ha szerelmes vagy belém? Most mihez kezdünk? Nem tudom. Szerelmes vagy belém, igaz? De te Alexet szereted. Még jobban szeres. És miért nem mész ma este Cliffel? Nem lehet. Ma van az anyukája születésnapja. Ez nem Alex kocsija? Most mit akarsz csinálni? Megmutatom, hogy kell felszedni valakit. Jól, hát te? Kösz, meg vagyok. Honnan jössz? Kocsikázni voltam. Szoktál még járni a manóhoz? Mi van, pajtás? Izgulsz, hogy milyen kislányt szereztem neked? Bízhatsz bennem, nagyon aranyos, Laurának hívják. Ne izgulj, tudod, ilyenkor minden megy magától. Első pillantásra bele fog szeretni. Hogy lehet, hogy valaki ekkora sírpárnákkal megüti magát? Lehet, hogy a párnák mellé esett. Nézzi, kizd már! Elég baj ez neki, hogy csupa volt lett. Igen. Látszik, a fiatalokat megint magukkal ragadták a tühöngön. Na, most várjátok meg, amíg besütt még tudni. Gyújtsátok meg a lámpát, a világon akarják ott csinálni. Hé, gyerünk, srácok, adjátok ezt a rendbe, adjátok abba. Yeah.
ez igazi meglepetés volt. Volna kedved táncolni? Isteni lenne. Évek óta nem éreztem ilyen jó magam. Elárulom, hogy meg oda van érted. Ne butáskodj már. Neki Luellen tetszik. Luellen mindenkinek tetszik. Ráadásul nem kezdek ki senkivel. Miért? Nem, és kész. Szereted még az apámat? Te ki akarsz velem babrálni? Tudom, hogy nem mondtál róla igazat, ugye? Egy építkezésen dolgozott Jacksonville-ben. Arról álmodoztunk, hogy elköltözünk Chattanoogába. Beleszerettem a tekintetébe. Így kezdődött minden. Ruhákat vásárolt nekem. Ezt is tőle kaptam. És hazudtam, amikor azt mondtam neki, hogy már elmúltam 18. Nem is tudom, miért mondom el ezt most neked. Hasonlítok hozzá valamennyire? Igen, hasonlítasz. Egyértelműen. Ugyanilyen hirtelen haragú volt, mint te. És mégis mi történt azután? Szóval elköltöztünk. Egy bérházban vettünk ki bútorozott lakást Chattanoogában. Csodálatos volt vele, de aztán... De aztán? Egy nap elmentem, hogy vásároljak valami ennivalót, amit kért, és fluoridos pasztát. Amikor hazaértem, kinyitottam az ajtót, és már nem volt otthon. Körülnéztem. Csak a dupla pengehi borotváját és a zöld-fehér csíkus fogpasztát vitte magával. Lefeküdtem a földre. És csak sírtam, sírtam. Aztán... megszületett érte. Mit szólnak a szüleid? Ne törődj a szüleimmel. Mondd, hogy újra együtt leszünk. És elveszel feleségül? Szeretlek, drágám. Hallani akarom, elveszel feleségül? Na jó. Elveszlek feleségül. És velem mi a helyzet? Tud rólam egyáltalán? Küldtem neki egy levelet. De visszajött. Azután? Ennyi a történet. Ennyi a történet. Ennyi az egész. Ez semmi. Már hogy lenne semmi? Ez az életem. Kérlek, Cliff, jobb, ha elfeledkezel rólam. Mit értesz azon, hogy jobb, ha elfeledkezem rólad? Ne csinálj jelenetet. Alex volt az első. Ugye megértesz?
Alex. Alex és én megint együtt vagyunk. Együtt vagytok? Kérlek, ne ismételgesd a szavaimat! Összeházasodunk. Kérlek, ne áruld el a szüleinknek. Szeretném, ha megértenél. Értsen meg. Haragszol rá. Kérlek, ne haragudj. De ha egyszer képtelen vagyok megérteni, hogy mi történt veled. Alex, nem mehetsz sehova. Maradj ott, ahol vagy. Nem szabadott volna elengednünk. Bíztam benned. Bíztam benned, és elengedtelek. Erre ismét összeszűröd vele a levet. Szeretem. Alex, kérlek, hallgass az édesapádra. Nem merészelj még egyszer vele találkozni, mert... Különben! Nyolcvannal mentél óránként, ez többen megengedetnél. Nincs érvényes forgalmid. Csak taposod a gázpedált és száguldozol. Szállj ki a kocsiból, hazaviszlek. Ezzel egy lépésen mész tovább. Inkább gyalog megyek. Hosszú séta lesz. Kérem, uram, engedje meg, hogy hazamenjek vele. Itt áll? Nem. Jól van. Menj haza és állítsd le. De nem akarlak még egyszer ezzel a batárral látni. Viadalom. Unalmas már a futball. Csak nem akarsz beletanulni a kakas viadalomba. Erős gyomorra lesz szükséged. Hozzá ne nyúlj a kislányunkhoz, megértetted?
Ajánlom, hogy messziről kerüld el. Egy hónappal később. Szeretnéd, ha nem lenne az api. Miért? Hát láttam, hogy együtt jöttek. Felejtsd el. Azt mondod, legyünk megint barátok? Hát úgy valahogy. Végül is... Olyan sokat csavarogtunk mi már együtt, hogy nélküled nem is tudnék csavarogni. Kérdezd meg Millit, hogy elengede. Nem hiszem. Képzelem, mit mondana. Képzelem. Nagy franc vagy te. Ne menjünk el valahova. Hova? Nem tudom, talán mókus lőni, mint régen. Mikor? Mondjuk ma délután. Nem érek rá. Akkor esetleg mehetnénk holnap. Jó, rendben. Szombaton? Jó. A szombat nagyszer. Na, szevasz. Oké. Okay. Szevasz, szombaton. Szombaton. Hello. Lengén öltöztél ahhoz képest, hogy februárban. Nem érdekes, csak addig kell kibírnom, amíg megjön. Túl hideg van. Alex perceken belül itt van. Hova készültök olyan nagyon? Nem mondod el senkinek? Nem szoktam elmondani. Csak néha-néha. Ha megesküszöm, akkor nem, és megesküszöm. Biztos, hogy nem mondod el? Esküszöm! Szóval... Együtt terveltük ki az egészet. Mit terveztetek? Esküszöm? Már mondtam, hogy esküszöm. Nem mondhatom el. Milli! Szia! Megszökött Alexszel, hogy egybe keljenek. Ez áll a levélben. Hazugság. Megyünk vadászni, vagy sem? Úgy volt, hogy csak szombaton élsz rá.
Nem baj. Hát jó. Várj egy kicsit, hozom a puskát. Majd legközelebb lenni. Ezek szerint mégsem kellett a kisasszony Alex Cutlernak. Te vagy az oka. Igen. Megváltozott, igaz? Igen. Már semmi sem lesz olyan, mint régen. Lehet, hogy a mókusok is mások. Hogy érted ezt? Nem tudom. Mostanában egész jól tudok célozni. Nem úgy, mint régen. Annak idején irigyeltem a tökéletességedet. És most nekem is megy. Mindenki megőrült, lehet, hogy még te is. Szereted még Millit? Milli téged szeret. Néha szeretném, a másképp lenne. 18 éves, kékszemű, fekete. Alex tegnap nem ment haza. Elment veled, és azután már nem ment haza. Elváltunk. Azt mondta, hogy egyedül akar maradni. Ráhagytam, mert én is inkább egyedül akartam lenni. Aztán, amikor elindultam visszafele, egy lövést hallottam. Lehet, hogy Millie apja lövöldözött. Biztos meglátott egy szarvast. Nem tudom. Fekete hajú, kék szemű. Alex! Alex! Eltűnése idején bakancsot viselt, kék farmer nadrágot, szürke inget, alatta pedig egy szürke pólót. Alex! Az a nő keres. Ne beszélj róla. Nem rendes lány. Ő az egyetlen, aki mellett úgy érzem magam, hogy vagyok valaki. Nem érdekel, mi történt azon az éjszakán.
Tudom, hogy nem hagyott volna itt szó nélkül. Valamit forgatott a fejében. Hiszen szeretett. Volt valami terve. Neked elmondta, nem igaz? Csak megesküdtél, hogy nem árulod el. Nem. Nem mondj ilyet, úgy is tudom, hogy így volt. Valószínűleg Nashville-be ment, hogy meglepjen. Hogy munkát keressen, vagy valami lakást. Biztos értem jön majd a malomhoz. Oda jártunk mindig, és oda megyek, és megvárom. Mondj már valamit. Tudom, mi jár a fejedben. Miért, apa? Mi jár a fejemben? Nem én öltem meg Alexet. Micsoda? Igen, nem én voltam, hanem valaki más. Hallod? Igen. Te vagy az én kislányom. Igen. Az vagy bizony. Halló? Téged keresnek. Az a lány. Ne beszélj velem. Nem tehetem meg. Tessék. Tudom, hogy meghalt. Érzem, nem lesz, aki elvigyen innen. Még mindig itt vagyok én. Hol lehet? Nashville-ben. Azt mondtad, Nashville-be akartatok menni. Hol? Egy ötletem. Olyan ez, mintha az év története lenne. Te, meg én, meg Alex. Hiányzik. Nekem is hiányzik. Szerinted figyel minket most? Nem. Mit gondolsz? Aki elmegy, az meghal. Nem hiszek az ilyen buta daloknak. Szerinted azért ment el, hogy fájdalmat okozzon? Nem.
Hideg van. Mit csinálunk most? Elmegyünk. Keresünk egy kis lakást. Összeházasodunk. Te voltál igaz. Miattam csináltad. Nem. Mondd csak, Cliff. Megtennél értem bármit? Igen. Esküszöm. Bármit. Bármit. Ugye, drágám? Nem tűnsz el úgy, mint Alex. Azt nem élném túl. Nem bírnám elviselni. Nem élném túl, ha megszereznél. És aztán eldobnál. Soha nem tennék veled ilyet. Nekem elmondhatsz mindent. Ha nem mondasz el semmit, honnan tudjam, hogy bármit megtennél? Megtennék. Hallottál valamit Alexről? Ha megszökött, miért hagyta itt a... Meghoztam Alexnek a kiskutyát. Azt akarod mondani, hogy egyszer még hazajön? Igen? Nem tudom. Mr. Cutler, megtalálták a fiát. Megtalálták. Hol? Az erdőben. Úgy tűnik, már jó ideje volt heverhetett.
Édes Istenem. Csak egy embert, egy barátot veszítettünk el, hanem egy nagyszerű muzsikust is. Sokáig várjuk még, mikor szólal meg egy új dal. Mindannyiunknak hiányozni fog. Fény volt ő, mely túl hamar kihűnt. A Szentlélek vezesse lelkét Istenhez, aki magához szólította. Dala ezentúl a mennyországban szól égi úrunk színe előtt. Isten soha nem ígérte, hogy az ég kék lesz, hogy virágösvényen lépdelsz, amíg csak élsz. Isten soha nem ígért napot eső nélkül, örömöt szomorúság nélkül, békét fájdalom nélkül. Dicsőséget mindenkinek, és az égi segítséget. Halhatatlan együttérzést, halhatatlan szerelmet. Amen. Gyere, Cliff, bekísérlek. Egy percig sem tudtad befogni a szádat. Jobb barátom volt. Két évvel később. Mondja, Mrs. Johnson, ön visszatért a Georgia Belli Eltonba? Igen. De ön és Mr. Johnson már nem élnek együtt. Nem, uram. Mióta ismeri a vádlottat, Cliff Petrit? Egy osztályba jártunk, mint Alex-el. Milyen kapcsolatban állt Cliff Petrivel? Barátok voltunk. Csak barátok? Szerelmes volt belém. Tiltakozom! Helyt adok. Mrs. Johnson, aznap, amikor meg akartak szökni Alex-el, miután Alex nem jelentkezett, ön mit csinált? Hazamentem. Sírtam. Sírtam. Aztán meghallottam, hogy Alex eltűnt, és hogy mindenki őt keresi, és nem értettem. Miért nem jött, értem? Tudtam, hogy valami szörnyű dolog történt vele. Valami igazán szörnyű, azért nem tudott értem jönni. Tudta, hogy mi történt? Csak amikor Cliff elmondta. Mit mondott önnek Cliff? Hogy Alex meghalt. Cliff ezt még azelőtt mondta, hogy Alex holttestét megtalálták volna? Igen. Mrs. Johnson. Meg tudná ismételni a bíróságnak, hogy pontosan mit mondott Cliff? Mindez nagyon régen történt. Értem. Egy perc türelmet kérek. Kikeresik a vallomásából. Ön és Cliff ekkora malomban voltak. Megerősíti? Igen. És mit mondott önnek Cliff? Azt, hogy bármit megtenne érte.
Elmondta önnek, hogy mit ért ezen? Értem, tette. Egy 8 betűs szóért. Szerelem. Mit tett? Amit tett? Mrs. Johnson. Mondta-e önnek Cliff Petrie, hogy megölte Alex Cutlert? Azt az érzést keltette, hogy igen. Még mindig szerelmes vagy bele? Egy pillanatra sem vetted le róla a szemed. Na és? Légy szíves, tégy meg egy szívességet. Ismered az Isten áldja Amerikát kezdetű dalt? Persze. Miért? Ma délután, amikor Millie ismét tanúskodik, próbálj meg másfele nézni. És énekeld magadban az Isten áldja Amerikát. Mrs. Johnson, ha jól értettem, ön és a férje Millie már nem élnek együtt, így van? Igen. Ismét otthon lakik az édesapjával. És az anyukámmal. Amikor feleségül ment Billy Johnsonhoz, szerelmes volt bele? Igen. És amikor szökési tervet kovácsolt Alex Cutlerrel, Alex és ön szerették egymást? Igen. És ön és Cliff Petrie szintén szerelmesek voltak? Nem. De beleegyezett, hogy Cliffhez is hozzá menjen. Ő akart elvenni. Ha jól értem, néhány hónapon belül 3 különböző fiatalemberhez akart hozzá menni. Így történt? Nem ön mondta-e a vallomásában? Idézni is tudom. Cliff egy 8 betűs szóért tette. Szerelem. Nem azért, mert egy 4 betűs szóról beszélt önnek? S-E-X. Tiltakozom, bíró úr, ez a tanú inzultálása. Helyt adok. Bíró úr, miért tenne bárki bármit a szerelemért, ha az a szerelem nem létezik? Nem akarom, hogy az esküdtszéknek olyan érzése legyen, hogy igaz szerelemről van szó. Gyilkosságról beszélünk, nem Valentin napról. Bíró úr, az ügyvéd úr megkíséri befolyásolni az esküdtszéket a tanú magánéletének és érzéseinek boncolgatásával, ami nem csak bántó a tanúra nézve, de a személyiségi jogait is sérti. Csöndet kérek. A bíróság figyelmeztetésben részesíti a védőt. Nos, Mrs. Johnson, kezdjük előről az egészet. Beszéljünk a gimnázium utolsó évéről. Az ember még fiatal, gyakran már felnőtt, de valójában gyerek. Tele reményekkel. Látni akarja, mi van odakint a világban. Amíg az ember fiatal, rengeteget álmodik, én már el is felejtettem. Tiltakozom, bíró úr. Az ügyvéd úr az esküdtszékkel tárgyal, nem a tanúval. Kérem, ügyvéd úr észrevételeit a bíróhoz intézze. Amikor Alex Cutler elmondta önnek, hogy a szülei nem akarják, hogy többé találkozzanak, nagyon fájt magának, igaz? Nem gondolta komolyan. Emlékszik rá, hogy mit mondott? Miért támadt önben ez az érzés? Azt mondta az apja, hogy azt akarja, hogy szakítsunk, de nem tart sokáig. Mert eljön értem, és feleségül vesz. Mit mondott még ezen kívül? Azt, hogy az anyukája azt mondta, hogy szemét vagyok. Azt mondtam erre, hogy amikor eldobsz magadtól, akkor
Tényleg szemét vagyok. Az emberek így szoktak bánni a szeméttel, hogy eldobják maguktól. És ő éppen ezt akarta tenni velem. Az az igazság, hogy ha valaki szereti az embert, akkor az az ember nem egy senki. Az az ember nem szemét. Cliff különleges lényként bánt velem. Nincs ellenére. Hogy egyenesen a vádlatra nézzen. Tudom, azt akarja, hogy ne bántsák soha többé, igaz? Igen. És nem akar többé senkit bántani. Bíró úr, tiltakozom-e színházi jelenet ellen? Tartózkodom a közbeszólástól, amíg nem látom, milyen irányba tart az ügyvéd úr. Van-e valami, amit közvetlenül szeretne a vádlott tudomására hozni? Azt mondjam, kérem, válaszoljon. Nem értenek semmit. A fiúk szeretik az embert. Megtennének bármit, úgy értem. Néha elveszítik a fejüket. Megtesznek dolgokat, amik rosszak és helytelenek. Mert... fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak, csak azért, mert kívánnak. Igen, ezt mondta az apám. És igaza volt. Azt mondta az apám, soha senki nem fog annyira szeretni, mint ő. De ebben tévedett. Volt egyetlen ember, aki ugyanúgy szeretett, mint az apám. Nem Alex, nem Billy. Hanem Cliff. Csak is Cliff. Nem akarok visszamenni a tárgyalóterembe. Ez meg hogy jutott az eszedbe? Neked milyen érzés lenne a vádlottak padján ülni? Ha veled szemben az apám ülne tanúként. Nem tudom elviselni, hogy ilyen helyzetben lássam. Nem tudom elviselni az érzéseimet. Arról a kis szajáról beszélsz. Ne nevezd így őt! Nekem megért annyit, hogy mindezt végig csináljam érte. Kérlek, Cliff, felejtsd el őt. Csak nevet rajtad. Nem vagyok hajlandó visszamenni. Az a lány bolond. Hazudik. Nem megyek vissza. Bíró úr, tudom, hogy ez ritkán fordul elő, de kérem, hogy rekessze be a tárgyalást. Az utolsó szünetben ügyfelem Cliff Petri kérte, hogy négy szem közt beszélhessen velem. Úgy tűnik, hogy tanácsommal szöges ellentétben az a kérése, hogy ne folytassuk le a tárgyalást. Köszönetét fejezi ki a védelemnek és tiszteletre méltó kollégámnak, Mr. Lambertnek. Kéri, hogy nyilvánítsák bűnösnek Alex Cutler meggyilkolásának ügyében. Petrit 8 évre ítélték Alex Cutler meggyilkolásáért. 1988. októberében 4 év börtönbüntetés letöltése után feltételesen szabadlábra helyezték.